Nem csak az egyszerű állampolgároknak, de a távfűszolgáltatóknak, így Sáros Patakon az RFV Nonprofit KFT-nek is gyorsan alkalmazkodnia kellett a hirtelen jött télies hideg időjáráshoz. Ez ez utóbbi esetében azt jelentette, hogy több intézmény tekintetében, óvoda iskolák és a távfűtésben érintett, mint egy 860 háztartás számára hamarabb kellett biztosítania a meleget. A 2009-2010-es fűtési szezonra megtörtént a felkészülés tervszerűen és műszakilag pontosan. A nyári időszakban megtörtént a hőmennyiségmérő ellenőrzése, és a folyamatos radiátor cserékből adódóan a rendszer feltöltése. A első nap próbafűtése vasárnap este történt, és utána folyamatosan a lakossági bejelentések alapján a légtelenítések is megtörténtek. A hőszolgáltatás esetén az előző években tapasztalt problémákat a nyáron, rendszer oldalon megoldottuk. Ezeknek a beszabályzása történik a napokban. A 860 táfűtéses lakásból 500-a telepen lakótelepen található. Az RFV ezeket és közel 20 másik intézményt három nagy hőközponton keresztül látja el a szükséges melegvízzel. A hamarabb megkezdett fűtési szezonban fellépő problémák kezelése, így például a légtelenítés, a szolgáltató feladata, melyet ezúttal is ingyen végeztek el. A továbbiakban felmerülő gondokkal szintén az RFV-t kereshetik a lakók. Elsősorban az ingyenes számunkat javaslom, a lakótelepen, a lakosság körében elterjedt a úgymond matávos telefonszámunk minden telefon azonnal, minden telefonon azonnal elérhető a megerősített 24 órás távfűtés szolgálat. Az ingyenes telefonszámunk a következő 0680-as 626 000. A hivatalos fűtési szezon vége április 15-e.